Szobrot szenteltek május 1-én Oroszlányban. Baracza Szabolcs szobrászművész új művét az oroszlányi munkás Szent József plébánia templomban kerülő Szent József a Kis Jézussal szoborkompozíciót mutatták be a nagyközönségnek a Biatorbágyi faluházban április 3-án. A kiállítás megnyitóján Ugrics Tamás, pápai káplán és dr. Terdik Szilveszter művészettörténész méltatta a szakrális gondolatok és a megvalósult művet. A szobor felszentelésére május 1-én a templom búcsú napján kerül sor. A Szent Misét 10 órakor Spányi Antal megyés püspök mutatta be. A misét követő majálison a sütés-főzés mellett lesz zenés argentin műsor, és verbita szerzetesek beszélnek missziós munkájukról. A verbiták 3 napos városmissziót is terveznek Oroszlányban. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.